Szemtanúk szerint itt a Cifrakapu téren érték tetten Császár Zoltánt, az ellenzéki pártok szövetsége révén létrejött Egységben a Városért Egyesület jelöltjét, hogy letépkedi politikai ellenfelei plakátjait. Császár Zoltán több egybehangzó tanúvallomás alapján október 9-én a déli órákban szaggatta le a Fidesz-KDNP és az Egri Városvédők Egyesületének plakátjait. Dr. Csetneki Attila az egyes számú választókerület indulója felháborítónak és méltatlannak tartja a városban történteket, ezért kifogást emelt a helyi választási bizottságnál. Az ellenzéki jelölt a kampány elejétől kezdve durva személyeskedő kampányt folytat a saját Facebook oldalán. Többször jeleztem neki, hogy ebből problémák lesznek. Odáig fajult ez az indulatkeltés, hogy én életveszélyes fenyegetést is kaptam a közösségi oldalamon, ebben ugye büntető feljelentést is tettem, ezt látták a családom és a gyerekeim is, erre az ő válasz kommentje az volt a saját Facebook oldalán, hogy minek panaszkodom. Császár Zoltán szerint ő nem okozott kárt senkinek. A véleménynyilvánítás eszközével egyet innen, egyet onnan levettem. Az elektromos öntvényszekrényre nem való, az iskola oszlopára pedig különösen, ha gyerekek kijönnek, hagyjuk már őket ki a politikából. Ezzel egy politikai üzenetet akartam gyakorolni, amivel minden állampolgár élhet. Hogy a közvetlenül letépett plakátok mellé kitett saját plakátjai miért nem zavarták Császár Zoltánt, nem tudni. A jobbikos Mirkóczki Ádám az Egységben a Városért Egyesület polgármester jelöltje elfogadhatónak tartja Császár Zoltán tettét. Én azt tudom mondani Habis László csapatának, hogy viselkedjenek végre. Hát nem tudom, hogy önmagukhoz méltóan, mert azt most teszik, de ne csináljanak úgy, mint egy hisztis óvodás. Ez a politikai véleménynyilvánítás szabadsága. Császár Zoltán plakát tépkedésének másik áldozata az Egri Városvédők Egyesületének polgármester jelöltje, dr. Pócs Alfréd úgy látja, elkeserítő, hogy egyre durvább a választási kampány. A katonatéren pedig van két paraván, és mind a két paravánról levakarták a plakátunkat, tehát ez nem egy egyszerű letépés, hanem szinte milliméterről milliméterre, ez már megüti a gyűlölet szintjét. A helyi választási bizottság határozatában a tagok egybehangzó szavazatával megállapította, hogy a történtek sértik a választás rendjét. A helyi választási bizottság döntésében a kifogásnak helyt adott, és megállapította a választási eljárás kettőszakasz egybekezdés A és E pontjaiba ütköző jogsértést, és Császár Zoltánt eltiltotta a további jogszabálysértéstől. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül lehet jogorvoslattal élni a Heves megyei területi választási bizottságnál.